Szenzációs 16. századi magyar leletek kerültek elő azon az ásatáson, melyet az Ungvári Nemzeti Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészei végeznek a Beregszász melletti Nagy Muzsaj község rom templomában. No, i почему сабля поломана? A kezemben látható szabja töredék valószínűleg az egyik lehetséges ok azért, hogy eltörték, az, hogy a férfi ágon kihalt a nemzetség, és szimbolikusan eltörtek egy szabját, és mellé helyezték a sírba. Budai Dániel és Vladimir Mojzsesz a nagymuzsai puszta templom romjai között talált középkori szabjákat mutatja. A magyar és ukrán szakemberek, valamint régész hallgatók közreműködésével zajló feltáráson középkori magyar sírokat, edényeket és pénzérméket talált a csapat. Akadt olyan érme is, melyen a címer mellett az 1587-es évszám is olvasható. A templom területe eléggé bolygatott, de azért néhány lelet alapján lehet következtetni a keltezésre. Rengeteg érme került elő a szentélyből, amik a 15. század és a 16. századra keltezhetőek. Ezen kívül van kerámia, szintén a késő középkorból, vannak 16. századi ezüstgombok. A muzsai templomról az 1330-as évek pápai tized jegyzékében számoltak be először. Az épület romja a Nagy Muzsaj nyugati végét délről határoló szántóföld közepén áll. Az egykori templom téglalap alaprajzú hajójához keletről egy szentély csatlakozik, melynek északi falánál egykor sekrestje állt. A régészek nem csak itt, hanem a szentélyben is találtak sírokat. Jelenleg most csontvázakat ástunk ki, amik valószínűleg a 15. századból valók. Van két gyerek csontvázunk és egy felnőtt női csontvázunk. Mellette kerültek elő ilyen mellékletek a sírból, mint gyöngyök, különböző kőberakással. Dolgoztam a szentélyben, ott bontottam több sírt, illetve itt a sekrestyében is, két sírban is dolgoztam, két sírt is bontottam. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti tanszékének a nagymuzsai templom feltárása az első kárpátaljai projektje. Az ásatás elsődleges célja a viszonylag jó állapotban megmaradt rom műemléki helyreállításának szakmai előkészítése, a belső és külső járószintek, elpusztult épületrészek, temetkezések tisztázása. Két hét alatt a templom szentélyét és sekrestyéjét tártuk fel. Számos régészeti leletet találtunk itt, melyek a 15. század eleje és a 17. század dereka közé datálhatóak. Terveink szerint még idén visszatérünk, hogy a templom többi részét is feltárjuk. A középkori Kismuzsaj község plébánia templomának felépítését a történészek Erzsébet királynőnek tulajdonítják. Az épület a vidék egyik legszebb és leggazdagabb temploma lehetett. Kismuzsajt, amely ma már Nagy Muzsaj része, 1566-ban a tatárok, 1657-ben a lengyelek rombolták le. Utóbbi támadás következtében pusztulhatott el az épület is. A csontokat sok simán genetikai szinten úgy megnézzük, kivizsgáljuk. A többit meg... Többi az is, amit tanáltunk érméket, azt már megtisztították, és azt már csak megnézzük a katalógusból, hogy milyen évszak, milyen időszakhoz tartoznak. A helyiek örülnének annak, ha a romtemplom turisztikai látványossággá válna. Nagyon büszke vagyok arra, hogy középkori leleteket találtak a környékünkön, és a turisztikai jellege is nagyon vonzó lenne. Én örülnék neki, hogyha egy ilyen turisztikai központ ki lenne alakítva, és büszkék lennénk rá, hogy bemutathatnánk a hazánkat, a környéket, a magyar múltunkat. 1657 után sem Kismuzsajt, sem templomát nem építették újjá. A lakosság Nagymuzsajba költözött. Az épület romjait kikezdte az idővas foga. Állítólag köveinek egy részét a többször lerombolt, felégetett beregszászi római katolikus templom újjáépítésénél használták fel. A feltárás során előkerülő kőfaragványok hozzájárulnak ahhoz, hogy elkészüljön az építmény elméleti rekonstrukciója és a műemléki helyreállítás terve, melynek eredményeként egy újabb magyar történelmi emlékhelyet alakíthatnak ki a romtemplomnál.